Sziasztok, Krisz vagyok, és itt vagyunk Hollandiában, Enschedében, egy ilyen game shopban, ahol mindenféle retrós készülékeket tudunk megtekinteni a régmúltból, és meg is lehet őket vásárolni. Körülvezetlek benneteket itt bent. Hollandia, Enschede 2024, és még mindig dübörög az összes fajta videójáték és retro videójáték és alkatrészeknek boltja. Két szinten van, lemegyünk az alsóra, megnézzük a régi retro kütyüket. Gyöngy szemet nézzétek meg. Ez nem lapos tévé, ez van vagy 40 éves, vagy még több. Kis sárp. Mindenféle erekje, nagyon durva áron, használtan és teljesen bontatlan csomagolásban ilyen gyűjtőknek. Xbox konzolok és hozzá játékok. Az első Kinect, és mutatom tovább, vannak még durvábbak. Ezt figyeljétek. Az első és a következő Game Boy. És hozzá ugyanúgy megvannak a Game Boy játékok, az összes. Viszont az áruk is durva. Tehát van, amelyik csak 4-5 euró, de van, amelyik 40 euró, meg 30 euró. Tehát ez a gamereknek egy kánaán. Az összes fajta játékból itt vannak ilyen kis plusz figurák, erekjék. Ezt figyeljétek. Sony PlayStation. Te mit találtál? Ez a Super Nintendo. Itt ki lehet próbálni egy régi retro tévén. Ez itt még mindig nagyon megy. Nem tudom, hogy szabad-e kamerázni, de hát majd szólnak, hogyha nem szabad, nem? Itt minden van, baszki, minden. Voltak azok a kis gameboyok, több száz játékkazetta, szana szép. A kis első kézi PlayStation-ök. Az első Guitar Hero, külön a nyomókák, itt egy nagy fal hátul a játékok. És hogy kitikkadnák, hogy nyomadhatsz egy kávét is, az itt van mögöttem. Na és közben átfordítom a kamerát, itt vannak a legretróbb kütyük. Ez annyira retro, hogy már nekem is az. Ezt nézzétek, az első fallabda is még mindig megy. Itt minden megvan, A-tól Z-ig, és még utána is. Örök klasszikusok, a három rész, hozzá a kis figurák, és külön meg is vehető. Rengeteg van. És mi van benne? Link. Nem érted? Commodore 64-et nem találtam még meg, de itt van, ide értünk, Commodore 64-hez. És épp megy. Az összes Super Nintendohoz és nem tudom milyen Nintendókhoz, az összes játék. Itt még mindig dübörög. Itt bel is lehet adni, ki is lehet hozni, megvenni. Nintendo 64-ek minden színben. Egyébként amilyen színesebb, az sokkal drágább, mint az az alapszürke ott benn. És mind működőképes. Hát ez maga, ez itt a szentély, a templom. Nintendo GameCube. Nintendo Wii. Hát ami valaha is kijött annó, vagy most, az mind itt van. És minden kütyűhöz van minden kütyű. Bármi, ami kell, vagy régi és eltört, vagy áramlott, itt lehet pótolni. És a gyerekek itt még mindig kipróbálhatják a játékokat. Ez nagyon komoly. Mario, Yoshi. És megérkeztünk a Nintendo DS-ekhez. Az összes verzió itt megtalálható. És megvásárolható. Több ezer cucc van itt. Több millió forint értékben. Csak mutatom a DS játékok egy külön falon. Több száz. És még utána, amelyiknek nincs tokja, az meg itt van bent. Több ezer cucc van, gyerekek, több ezer. Megjöttünk. A következő videóban megyünk a coffee shopba. Ezt igényítettek, 500 euró, ez ráközelítek, tehát 500 euró ez. Ez ér valamit, ez ilyen utolsó gyűjtői darab lehet. És külön ezen a felső szinten feljöttünk egy szintet, itt vannak a mostani modern játékok, konzolok és játékok. Hát, itt is több ezer cucc van.
szédülök, esküszöm, szédülök, ezt figyeljétek. És fest folyamatosan itt jönnek, mennek az emberek, és veszik. Tök durva. Hát itt van pénz. Hát most legális a fű, mit lehet tudni? Itt mindenki ráér betépni és játszani. Köszönöm.